adott egy Bluetooth hangszórós ledes lámpa, ami beépített akkumulátor is van, de hálózati töltőről is működőképes. Egy pár éve van meg ez a lámpa, túl sokat nem volt használva, ennek ellenére az akkumulátora tönkrement. Ahogy néztem, hát 2017-es gyártású az akkumulátor, 17. 5. hónap, és hát ez már nem igazán volt működőképes. Van itt egy, már levettem róla, volt rajta egy ilyen kis, gondolom ez a töltő elektronikája volt, ponthegesztéssel volt rajta. Hát én a ponthegesztést nem tudom megoldani, a forrasztást pedig nem vállalom. Elég nehéz forrasztani ezekre a akkumulátoroknak a végeire. Nyilván azért van az is ponthegesztésre rárakva, de majd szigetelőszalaggal fogom rá erősíteni. Úgyhogy először is ugye polaritás helyesen ezt rátesszük. Volt rajta ilyen kis védő bigyó mind a két végén. Hát szerintem ezt a szigetelőszalaggal én rárögzítem, akkor az is meg fog felelni a célnak. A lényeg az, hogy érintkezzen normálisan, úgy sincs itt olyan túl nagy áramfelvétel, ami problémát okozna. Az a lényeg, hogy ne csináljak rövid zárlatot. Mert azt nem szeretné, gondolom, se az akkumulátor, se ez a kis elektronika, amit ebbe benne van. Ugye most lesz érdekes, mert ezt valahogy úgy kellene, hogy lássak is. Meg rövidre se zárjam. Így kitekeredve elég érdekes lesz a forrasztás, de pozitív pólus megvan. No, forrasztás elvileg megvan, és akkor most ki kellene próbálni, hogy működik-e. Ez egy érintőkapcsolós, tehát nem mechanikusan kapcsol, és működik. Csak ugye ez így itt a videóban nem látszik, de majd mindjárt megpróbálom visszahajtani a lámpának a tetejét, és lehet a fényerőt szabályozni. Nem sok látszik belőle. De mindjárt összeszerelem, és akkor mutatom. Nos, tehát csak összeillesztettem, de még a csavarok nincsenek beletéve. De látjuk, hogy működik. A fényerőt is lehet szabályozni. Így van, ez a minimum. És szépen szabályoz. Oké, na. Berakom a csavarokat, és már készen is vagyunk.